Szeretettel köszöntöm a testvéreket hétnek első napján. Kezdjük Isten tiszteletünket az imádsággal. Imádkozni jöttem ide, szentelséged elejébe, még itt neved ünnepelem, szívembe szállj el Istenem. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 171. dicséretünket, 171. dicséretünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellen. Magasztaljuk Istenünket a 465. dicséretünk énekésével. A 465. dicséret így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden védkemet. Szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy ellenkezőt tanítanak, mint amit mi tanítottunk. Térjetek ki előlük,
mert az ilyenek nem a mi urunknak, Krisztusunknak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóindulatúak szívét. Hiszen ti engedelmeskedtek, ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátán lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Most a Korintus beléjekre írt levélből. Ez a cím, hogy óvás a pártoskodóktól. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz, mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, kollégi embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig a Krisztusé. Hát részek arra van úszva a Krisztus. Talán Pál feszítjetek meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg. Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltek meg közületek, csak Krisztus és Gájus. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, ne kereszteltennék Stefánosz házanékét is, rajtuk kívül azonban nem hiszem, hogy más is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem ékesen szóló bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Isten áldása legyen a felolvasott igén, a hallgatóim és befogadóim, művelje bennünk Isten szentelkedj, a hallott igen nyomán teremünk hasznos gyümölcsöt, Isten dicsőségére, fel a barátaink használva, és magunk üdvére. Jelentő testvérek, válaszoljunk Isten igének, megszóljunk a szavára, imádkozzunk. Köszönjük neked, drága mennyei édesatyánk, hogy ma is felhoztad a te napodat mi ránk. Összegyűjtötted a te népedet ezen a napon, hogy imádhatunk téged, és mi is itt lehetünk ebben a templomban, ezen a helyen együtt testvéri szeretettel. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te ígédet. Köszönjük, hogy megszólítasz minket. Köszönjük, hogy így énekelhettük, hogy te jól látod minden bűnünket. Kérlek, Urunk, hogy vizsgálj meg minket a te ígéddel. Járd át a mi szívünket, lelkünket, és taníts minket. Szükségünk van a lábaidhoz telepedni. Hallgatni a te ígédet, mert te vagy az élet számunkra, és az örök élet beszéde van te nálad. Köszönjük, hogy mi itt lehetünk, és könyörgünk azokért is, akik nem tudnak most velünk lenni, mert lélekben máshova vitte őket az útjuk. De tudjuk, hogy testvéreink ők. Kérünk azokért, hogy nagy szeretettel bánj velük, és vigyázz rájuk az úton. És kérlek azért is, Urunk, hogy az ige szólója és az ige hallgatói értelmet nyerjenek, hogy értelmünkkel megértsük, és felfogjuk, hogy mit mond a mi Urunk Jézus Krisztus. Taníts minket imádkozni, taníts minket mind azokra szelítségre és alázatosságra, amit csak tőle tudunk megtanulni, és könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy lelki pásztorunkért is könyöröghetünk, akinek most máshová kellett mennie. Kérlek, hogy áld meg az ő útját is, áld meg azt az alapuló gyülekezetet, ahová ment, és te legyél annak a gyülekezetnek is az őriző pásztora. És köszönjük, hogy egykor minket is létrehoztál ezen a helyen, hogy adtál nekünk helyet, adtál nekünk napokat, amikor imádhatunk téged. Így köszönjük meg neked ezt a napot is. Köszönjük, hogy együtt lehetünk. Kérlek, hogy nyisd meg a szívünket, hogy befogadjuk a te ígédet, és jó termést hozzon. Legyen áldott ezért a neved, drága Úrunk. Ámen.
minket elfoglaló isteni igények hallgatására részülve dicsérjük. Jézus Krisztus Anya Szent Egyházában az ördög annál inkább munkálkodik, minél inkább látja, hogy gyarapodik a gyülekezet, az egyház. És ő azon van, hogy akik már megtértek, azokat visszatérítse. Tehát, hogyha mi nem vagyunk teljesen biztosak a mi dolgunkban, abban, hogy amit az Úr Jézus mondott, hogy senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből, akkor a sátánnak adunk táptalajt. Mert a sátán az, a mi gyenge pontunkat nagyon jól ismeri. Ismeri, hogy kit mivel lehet támadni. És azon van, hogy bizonytalanságot keltsen az emberek szívébe. Hiszen ez történt már mindjárt az Édenkertben is, igaz? Kétségbe vonta Istennek a mondatát, hogy amennyiben eszel, halálnak halálával lakod. Kétségbe vonta. És ezt elhitette Évával. És az ember vevő az ilyen tévtanításokra. Éppen azért van, kedves testvérek, hogy akik magukat keresztényeknek vallják, annyiféle fele vannak szakadva már, annyiféle vallás van. És szándékosan nem úgy mondtam, hogy annyiféle egyház van, mert egyház csak egy van. A Krisztusban újjá születetteknek a gyülekezete. Ez az Anya Szent Egyház. Vallás az van sokkal. És látjátok, hogy nem akarnak egy húron pendülni ezek a felekezetek. Hiszen láthatjuk, hogy már az Ószövetség gyülekezetekben is, tehát az első keresztény gyülekezetekben is, már megvoltak ugyanazok a problémák, amelyek megvannak napjainkban. Már ott pártoskodásról hallunk. És hallunk arról, hogy tévtanításokat hirdetnek. Mindig
Vannak, akik okosabbak akarnak lenni Jézus Krisztus beszédjeinél is. Vannak, akik a kárhán is csomót keresnek. És nem csak a egyszerű gyülekezeti tagokban, hanem még a vezető emberek között is. Vannak, akiket meg tud téveszteni a sátán és félelemet. Hogy mondjam el, kedves testvérek, hogy a teológiákra is beférkőzött már a liberális tanítás. Amikor mindenképpen próbálják a Biblia kritikát gyakorolni, és bizonyítani azt, hogy igaz-e a Biblia, vagy nem igaz a Biblia. Mikor én jártam a teológiára, mindjárt az első órán, az Ószövetség első órán, a professzor ugye kezdte mindjárt a teremtés történettel, és mindjárt az volt a második mondata, hogy a bibliai teremtés történet egy a teremtési történeti mítoszok közül. Hát ugye mi már ott a levelező teológián mind hívő, megtért keresztények voltunk, tehát nem kezdők voltunk a biblia ismeretben. És hát mindjárt felháborodtam ezen, és mindjárt jelentkeztem. Azt mondtam neki, hogy de professzor úr, legalábbis a részüleim is azt tanították velem, és a hitamórán is azt tanultuk, hogy a Biblia az Isten igéje. És ami a Bibliában meg van írva, az nem mítosz, hanem az igaz. És az én nagy tudósok professzorom nem tudott seköpni se nyelni, és szó se tudott ellene mondani. És nincs ez másképpen most se, most is ugyanúgy vannak. Csak hallgatni kell néha Bagdi Emlékének az előadásait. Tehát láthatjuk, kedves testvérek, hogy vannak két tanítók. Én is annak idején még előszeretettel hallgattam egy adventista lelkipásztornak, Reisingernek a tanításait, a biblia magyarázatait. Mindaddig hallgattam még, nem kezdett elbeszélni az úrvacsoráról, és aztán mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy az Úr Jézus úrvacsorázó bort adott volna a tanítványoknak, mert ő nem hív az iszákosságot. Attól kezdve soha többet nem hallgattam a tanítását. Mert kétségbe vonta a Biblia igazságát. Tehát látjuk, kedves testvérek, hogy a zavarkeltés az napjainkban is folyik. Hiszen azért tartják az ásatásokat a bibliai történelmi helyeken, hogy bizonyítsák azt, hogy valóban úgy van-e, ahogy a Bibliában le van írva. Akik az Isten gyermekei, akik az Úr Jézus Krisztustól újjászülettek Szentlélek által, azoknak nem kell bizonyítani, hogy igazi a Biblia, vagy nem igaz. Mert a Bibliát Isten, és mindig sokan még mindig azt mondják, hogy a Bibliát is emberek írták. Igen, valóban. De az emberek, azok az emberek, akik írták a Bibliát, Istennek a író eszközei voltak. Tehát láthatjuk, hogy nagyon oda kell figyelnünk, amit a Biblia tanít, mert ahogy öt énekeljük is, hogy mind igazak, mind ámenek, amelyek szárból kijöttenek. Mert az ilyenek nem a mi úrunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóindulatúak szívét. A saját hasuknak. Kedves testvéreim, hagyd mondjam el, hogy sajnos most is vannak a teológiák, olyanok, akik a teológiai tudomány megélhetési eszköznek tekintik. Tehát azért mennek el, mert hát valahol dolgozni kell. És hát ez könnyebb azért, mint a
30 fokos felegben az úton útjavítást végezve, vagy egyéb dolgokat kint az asztalra. Igen, én is ismertem több olyan nagyon éges szóló lelki pásztor, akik nagyon szépen be tudtak tanulni másik egyetetőknek a tanításait, mert olyan jó színészi képességgel rendelkeznek, hogy egész könyveket meg tudnak tanulni. És hát hallgatva jó is volt az, ha azt mondta mindig, de az élete nem azt bizonyította. Úgy van az, ahogy a közmondás is mondja, hogy bort iszik és vizet prédikál. Tehát láthatjuk, kedves testvérek, azt mondja, hogy a hasuknak szolgálnak. Igen, azt mondja, nem a Krisztusnak szolgálnak, hanem a hasuknak. És szép szóval, ékes szólással. Na hát, ezért van az, hogy nagyon sokan szeretnek, különösképpen, ahol több lehetőség is van nagy városokban, több lehetőség is van válogatni az igehirdetők között a templomokban. És most is vannak sztár igehirdetők, akiket kiragadnak, hogy na hát én ide járok, mert hát ez nagyon szépen beszélni, nagyon jól beszél. És nagyon sok igeérdekőnek szálltán a fejébe a dicsőség, jó igeérdekőnek, amikor látta, hogy egyre inkább gyalakszik a gyülekezet, a másik pedig, hogy miért? Az ige mondja is az egyik helyen, hogy maguknak választanak tanítókat, mert viszket a fülük. Mert ők nem szeretnek a fenyítésről hallani, a bűnökről, hanem csak a szerető Istent szeretik a prédikáját. Pedig hát, ha most olvasok az Ószövetségbe, ugye Isten nagyon is tud haragudni. Az ő haragjának pedig egész kemény következményei vannak a Isten haragban. Arról is kell beszélni, hogy Isten a bűnöst azt szereti, a bűnt azt gyűlöli. És a bálványokat is gyűlöli. És hát, hogy ne sértsük azokat, akik még most is imádják a bálványokat, hát inkább ne beszéljünk róla. Pedig hát Isten épp azért tartotta szükségesnek a reformációt, hogy figyelmeztesse őket, hogy hagyják el, dobálják el a bálványokat, mert látjuk most is, volt egy király, amely istenfélő király volt, és elégette a szobrokat. Összetörte, és a Kidron csatornába dobálta bele a hangot. Nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk az Isten igéhez. És nem mellékesen, hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz, a mi Urunkhoz. Hogy mennyire szeretjük őt. Hogy még mellette, Jézus Krisztus mellett mást is szeretünk. Mert minden, amit elébe helyezünk, Jézus Krisztusnak, illetve Istennek, a Szent Háromság Istennek, amit előnybe helyezünk, az az imádatunk tárgya. Itt a hasukról beszél, itt az apostol egyik helyen azt mondja, a krétjai a kresshasuk, a kresshasúak, a hasuk az Isten. Napjainkban is ugye milyen sok ember a hasának él. Na de, ha már egyszer arról beszélünk, hogy vannak olyan bálványaink, olyan isteneink, akik nem élünk, hanem ilyen halottak, mint a töltött káposzta például, mert hányszor hallom, már úgy imádom a töltött káposztát. Igen. Akkor ez már egy bálványa neki, hogy akár mi legyen is az bálványa. De vannak élő bálványaink is. Például az unokáim. Vagy egy gyermekem, vagy a feleségemet, vagy a férjemet, úgy imádom. Ezeket mind nem imádni kell, hanem szeretni kell. Mégpedig hogy kell szeretni őket?
Jézus Krisztusnak a szeretetével. Oda kell szeretni őket is Jézus Krisztushoz, hogy ők is megtérjenek, hogy igaz legyen az énekünknek az a mondata, hogy majd ott állok ügyben öltözöttem, én és szeretteim körülöttem. Elsősorban Isten, ami családjaink, családunkat bízta reánk, az ő értük tartozunk felelősséggel, hogy majd annak idején ők is bemennek el Isten országába, vagy ők kívül maradnak. Felelősséggel tartozunk. És nem kell ahhoz sok, hogy megkeményedjen a szívük, hanem elég, ha megbotránkoztatjuk őket. A mi magatartásunk van. Ismertem valakit, aki kérdeztem, nagyon komoly hívő embernek volt a fia, és kérdeztem például, hogy hát, de miért nem követi az apjának a nyomdokait? Azt mondja, igen, én ismertem az apámat. Neki kétfajta élete volt. Egy világi és egy gyülekezeti élete. Igen. Vagy egy másik dolog, egy kisgyerek mondta, ezt Dietorbágyon hallottam, Liza nénitől, hogy neki két apukája van. Hogy lehetett? Hát azt mondja, az egyik, aki itt van a gyülekezetben, olyan kedves mindenkinek segít, még a kabátját is feladni, meg minden segít, és szépen beszél mindenkivel, otthon pedig úgy páronkodik, mint egy kocsis. Tehát két apukája van. Láthatjuk, hogy Isten igéje az egy olyan könyv, amiben mindenre van tanítás. De csak az ismerheti meg, aki olvas, aki forgatja a Szentírás. Csak az ismerheti meg a tanítást. Mert nem úgy van, hogy majd a fejünk alá tesszük a Bibliát, azt mondja, a fejünkbe fog menni a tudomány. Nem. Időről időre kell olvasni a Bibliát. Időről napról napra vagyunk, mondja. Napról napra. Van is egy ilyen nyerványi mindennapi kenyerünk. Úgyhogy abban igaz, hogy nincsen igen magyarázat. De van olyan mai ige, ott van egy kis magyarázat is hozzá. Tehát lehet még magyarázatokat is olvasni, ahhoz Bibliához képest, mert vannak nehezen érthető dolgok a Szentírásban. A Szerecsény Komornyék, amikor olvasta Ézsaiás prófétának a könyvét, akkor Isten látta, hogy nem érti. Mikor éppen a Messiásról olvasta a Messiás jövendőlés. És Isten látta azt, és oda küldte Fülöpöt. Menjél oda és magyarázza meg neki. És mit mondott el? Érted el, mit olvasolni? Azt kérdezte tőle Fülöp. Azt mondja, mi módon érteném, ha nincs, aki megmagyarázza. Tehát Isten látja azt, hogy ha mi nem értünk valamit, akkor majd küldetni fog valakit, vagy minket küld valakihez oda, vagy esetleg elküldi Bibliaórára is. Nem csak az Isten tiszteletre, mert én azt szoktam mondani, hogy a hétköznapi alkalmakon le lehet lemérni egy gyülekezetnek a lelki életet. A hétköznapi alkalmakon. Mert vasárnap még csak-csak szakítanak időt arra, hogy elmennek az Isten tiszteletre, de hétköznap. Amikor tényleg lehetne a kertbe is munkálkodni, gyomlálni, vagy kapálni, és valamit csinálni, de lehetne menni a lelki táplálékért, és nem csak a fizikai táplálékért. Na most nézzük itt a másik dolgot, amiről még szeretnék szólni. Azt mondja, szeret a Krisztus, a Urunk Jézus Krisztus és a lélek szeretetére kérlek titeket testvéreim, csúszakodjatok imádságaitokban a velem együtt az Isten előtt, én értem is. Na az imádság, kérdez testvérek, az nagyon fontos dolog.
És nagy hatalom az imádkozás, imádság. Isten által adott hatalom az ember kezébe. Nagyon sok ember tud imádkozni, és imádkozik is, néha jó vallásosak is, akik nincsenek újjászületve, azok is imádkoznak egy-egy betanult imádságot, vagy a mi atyánkot, de csak önmaguk körül forognak, a családjuk körül maximum, a kicserélni családjukra, de már másikért való imádság az már derogál nekik, az már nem kell. Nem tartják fontosnak. Pedig még erre is van tanítás. Itt van ugye, imádkozzatok én értem is, az ige hirdetőkért. Nem tudom, ha most megkérdezném, hogy hanyan vagyunk, akik imádkoztak ma reggel az ige hirdetőért. Vagy például hanyan vannak, akik imádkoznak az ország vezetőjéért, mert az is megvan, tartsanak könyörgések, a királyokért, a nép vezetőjéért. Nagyon tág terület az imádság, amivel szolgálhatunk mások számára is. Tehát ezt jó, hogy tudjuk. Tudjuk, hogy mi nekünk mi a bajunk, hogy mit kérünk Istentől, hogy mit gyógyítson még, vagy kit gyógyítson még a szeretteinket. De Isten arra kíváncsi, hogy a vállunkon tudjuk-e hordozni a mi fel a barátainknak, a szomszédainknak, a testvéreinknek, a lelki testvéreinknek a sorsát, a gondját, a baját. A vállunkon tudjuk-e hordozni, imádságba odavinni. Az imádság hordáján odavinni, mint ahogy oda vitték az a négy ember ezt a vénát. Mert az imádság egy hordágy. És a különbségtétel pedig, már mindjárt az elején említettem, kedves testvérek, hogy a pártoskodás. Nagyon vigyázni kell arra, kedves testvérek, hogy mi esünk abba a hibába, hogy legyenek nekünk sztár igehirdetőink, akiket hallgatunk. Most éppen úgy elnézem, az interneten, a YouTube-on rengeteg igehirdetés van feltéve, és mindegyik az oda van téve, hogy hogyan nézték, tekintették már meg. Az egyszerű igehirdetőknek a szolgálatait nagyon kevesen, de a sztár igehirdetőket igen. Nem mondom, jó szolgálatok, jó igehirdetők, de nagy veszély kert magában. Az, hogyha valakit ilyen drasztikusan fejezem ki magam istenékenek. Hányszor hallottam már azt, hogy kiment a prédikációról, az ige hirdetésről, azt mondják, hogy jaj, de szép prédikáció volt. Elég baj ez, ha csak szép. Mert itt épp azt olvassuk, hogy éges szólásra tudnak érteni, igaz? Ilyen volt például Apollós is, aki nagyon szép igehirdető volt. Nagyon szép beszélő, művelt ember volt. Viszont őt még Pál is javasolta, hogy hallgassa. És fogadják el. Természetes dolog, kedves testvérek, hogy nagyon fontos, ha törekszünk arra, hogy a tiszta evangéliumot hallgassuk. Tiszta evangéliumot, mondom, az előbb említettem, hogy én Rezinget addig hallgattam, ami meg nem botránkoztatott engem ezzel a képtanítással. Többen is voltak már, de nem említem őket. Például a Biblia Szövetség egy időben kiragadott egy dolgot az igéből, Pál apostol, amikor azt írja, hogy a tanítást az asszonynak nem engedem meg. És ezen lovagoltak.
Úgy annyira, hogy a Kárpátalján, kedves testvérek, a női lelkészekről levették a parancsot. Igen, látjátok, milyen komoly veszedelem és következményei vannak a tévtanításoknak. Pedig ez nagyon komoly igényhirdető volt ez az illető, aki ezt tanította. Igen. Hogy mondjam, még őt is bálványozta. És az intéz sem volt hajlandó elfogadni. Írtam neki egy levelet ezzel kapcsolatban, és azt válaszolta vissza, hogy adjon önnek Isten jobb belátást. Igen. Az intéz nem tudja elfogadni, russzom a hitetlennél. Azt mondja, hogy igen. És kedves testvérek, hiába bibliai igével igazoltam neki, hogy még proféta is volt nő, és éppen a mai igényben olvasok, Fédéről, hogy gyülekezet vezető volt, igaz? És nem beszélve arról, azt is mondtam, azt is megértem, hogy ez Isten ítélete a keresztény férfi társadalmára nézve. Isten ítélete. Mert hogy mondta Jézus, Istennek van hatalma még a kövekből is fiakat támasztani, hát akkor az asszonyokból hagyni volna lelki pásztorokat küldeni. Azért, mert a hívő férfiak inkább válasszák a jókeresetményű állásokat, mint hogy elmenjenek a teológiára. Igen, ezért az Isten ítélete. Szoktam hallgatni minden reggel általában, amikor csak tehetem, az Európai Rádióban van egy 10 perces napi igemagyarázat a napi igéhez. És legtöbb része mind női lelkész szolgál, egy-kettő férfi lelkész akar köztük sem. Miért? Azért, mert kevés a lelkész, kevés a férfi lelkész. Nekem minden nap imádságom tárgya, hogy küldjön hívő fiatal férfiakat a teológiára, tehát, hogy legyen utánpótlás. Egyház legyen is több lelkész, sőt az esperes is készül nyugdíjba menni. Igen. Lesznek-e helyettük? Istennek van hatalma gondoskodni, de mi nekünk is buzdítani kell a fiataljainkat, hogy menjenek. Tanuljanak, hogy taníthassanak. Igaz, hogy nagyobb felelősség van a tanítókon. Ez van benne a Bibliában. Na de Isten meg a feltételeket is biztosítja. Ha ő munkát ad, akkor biztosítja a feltételt is. Mondja, én Pálé vagyok, én napulós én. És elég baj az, hogyha nem a Krisztusé. Mert aki nem a Krisztusé, az az ördögé. Akár mennyire is ékes szólóan még tud prédikálni. Azt hallottam testvéreink olyan emberekről, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Viszálykodás. Elég sok gyülekezetben megfordulok, kedves testvérek, és mindenütt hallok panaszokat arra, hogy minden gyülekezetben van egy-két olyan ember, aki szereti viszálykodást szintani. Minden gyülekezetben van a sátánnak embere. Nem csak soros tapolnak emberei Magyarországon, hanem a sátánnak még több embere van. Igen. És ő igyekszik a rendet megbontani. Egyik helyen azt mondja az igen, de ti közöttetek nem ez a rend. Ti Jézus Krisztushoz ragaszkodjatok, és még nagyon kemény ítélt, hogy azokat, akik rendmondó, ki kell zárni a gyülekezetből. Ki kell zárni. Először inteni négy szem közt, mert mindennek az intéznek is megvannak a fokozatok. Ugye, menj el hozzá egyedül, utána nézz, vigyél magaddal valakit,
És ha akkor se fogadja el az intést, akkor a gyülekezet előtt kell megintni. De sajnos legtöbb esetben úgy vannak ezek az intések, hogy mindjárt legyka szinten, mindjárt közszájra megyen az egész dolog. Legyka szinten. Viszálykodások vannak között, ezek nem értenek, nem értik meg. Hát így alakultak aztán a kis gyülekezetek is. Hogy ne menjünk messze, csak a egyik kereszténynek, magát kereszténynek való felekezetül beszélek, az unitáriusokról igaz, akik egyetlen egy dologban nem értettek egyet, Kálvini tanítása a Szent Háromság dolgában, és mindjárt kiváltak, külön váltak és alakítottak egy ülőt. Mert nem, még gyülekezetek sem nevezünk, csak klikket alakítottak. Mert aki nem vallja Krisztus Istennek, vagy csak egy klubtag lehet, de nem egyház, nem gyülekezet. De vannak többen, akik hirdetik kezükben a Bibliával, járják a falvakat, és akiket csak lehet behálóznak, pedig ők sem vallják Krisztus Isten fiának, Istennek. Nem szabad imádni. És sokan el is hiszik ezt, mert hát könnyebb úgy. Könnyebb hinni a tévtanításra. Na de nem is az a baj, hogy ők járnak, hanem hogy mi nem figyelmeztetjük a szomszédainkat, meg azokat sem, hogy ne fogadják be őket a házukba. Éppen ez a baj, hogy mi nem vagyunk résen. Pedig miránk is bízta a misszió parancsot Isten, mindenkire bízta. Nem csak a lelkészekre, presbiterekre, hanem mindenkire, aki csak az Úr Jézusé, hogy tegyen tanítványát minden népeket. Amen. Dicsérve dicsérünk és áldva magasztalunk téged, mennyi édesatán felséges Istenünk, és a bárányt, aki megöletett a Szent Élettel egyetemben, mert csak egyedül a Szent Háromság Isten illeti meg minden dicséret, dicsőség, tisztesség és áldozat. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is megőrizted a mi életünket is. Adtál erőt a munkánk végzéséhez, távol tartottad a háborúságot tőlünk, Uram. És köszönöm, hogy felhoztatja áldott napodat, mind a jókra, mind a gonoszokra. Köszönjük, hogy békességben élhetünk országunkban. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy most a hétnek az első napján összegyűjtődött a népedet azokat, akik keresik a te országodat, vagy akikvel megtalálták és hallgatni akarják a tanítást, Uram. Könyörgök te hozzád azokért, akiket most is le tudod beszélni a sátán arra, hogy eljöjjenek. Hogy nem tudták leküzdeni az akadályt, amelyet bőrdített elénk. Könyörgök te hozzád mennyi édesatyám egyházadért, te adj megújulást, új reformációt, Uram. Viszont sok dologban eltértünk már az igazi tanításoktól. Te támaszolj Luther Mártonokat, akik felhívják a bálvány imádás veszélyére a figyelmet, Uram. Könyörülj meg rajtunk, Istenem. Könyörgök te hozzád közelben és távolban lévő szeretteinkért. Különösképpen azokért, akik még nem tértek meg, hogy megtérjenek. Hogy egy ott álljunk majd ügyben öltözötten én és szeretteim köröttem. Könyörgök te hozzád egyházunk vezetőjét. Adj bölcsességet nekik, Uram, hogy bölcsen tudják vezetni az országot, illetve a te népedet, Uram, és magyar népünk vezetőjét is könyörgött hozzá, adj nekik bölcsességet,
tudják ítélni a te véleményedet minden egyes országgyűlés előtt, hogy bős döntéseket tudjanak hozni. Könyörgök te hozzád, elég velünk a nap további részében is, és te készítsd el a mi szívünket a jövő hét bizonyságtételeje is, hiszen bizonyságtételek fellegei várnak Nilejánk arra, hogy merjünk bizonyságot tenni, te rólad és hívhatni a te országokat. Gyógyítsd a betegeket, vigasztad a gyászolókat, erősítsed az erőköneket. Hallgass meg minket. Názáreti Jézus nevében kérünk, mennyi édesatyánk, aki itt jelent, hogy imádkozunk. Mi atyánk, ti a mennyekben vagy, szenteltessék a szeretet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, ugye különösen. Minden, aki kenyerünket, hadd meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is nem bocsátunk az ellenek vétkeinket. És ne légy minket a kísértőket, de szabadítsák a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindenkinek. Amen. Fogadjátok az áldást. Semmit előtt, ne aggódjatok. Kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok az Úr elé. És az Istennek békessége, mert minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Melyik énekét majd? 475. 475. énekét. Előzőleg, ha még van egy kis türelmetek, akkor szeretnék el énekelni egy énekét. Amit Isten a szívemre helyezett, hogy beléged véretel szegény magyar, fegyvernek éle bűnön átkomott, remegve kérdem tál már el se jő, a gyászos múlt után a jobb jövő. De Jézusom szelít perdőn felel, kicsinyi tűnért kételkedem, én Úr vagyok vész és vihar fele, hozzám kiálts magyar, megmentele, hozzá kiálts magyar, megment az Úr. A réginél meglát, jobb lesz az Úr, csak bűnös önző tépett élete. Megváltó Jézusod kezébe te, amit védkeztél, megbocsátjad. A sok kövisből, mint rózsát kapasz, terhet saját vállára átveszi. Áldást adó kezét meg rád teszi, termőtalaj lesz ősi telked is. Termőtalaj lesz hősi lelked is, amíg abban növekszik búzolós, az íget erem ebben százszoros. Ha most te rád gonosz fogát felő, vagy ellenség hozzád tanulni jő, te mert nyertél a psics bocsánatot, lelkednek kincseit tovább adod. Mint sziklagát éltél egy ezredet, vedd át palaszt, kurzungát és rengeteg. Ha Jézus újra épít a koron, leszel dicső világító toron.
De régen vérezel szegény modor, Fegnernek éled bűnöd átkomon, de sok jajodnak véget vetni ő, jó Jézusod vele a jobb jövő. Akkor 220. 475. imádkozatok és buszon kérjés. Mind a három vers. Mint ha mindig is használ, élet a szégyet a szemben.